Felmentette bírói tisztségéből Ravasz László bírót Áder János köztársasági elnök. Ravasz László 2011 áprilisában a Magyar Hírlapban megjelentetett írásában azt állította, hogy a bírósági szervezeti rendszer jelenleg olyan válságban van, amely már a jogállami működést is veszélyezteti. Állítását azzal támasztotta alá, hogy a bíróságok iránti lakossági bizalom csökkent az elmúlt 15 évben. Ravasz László szerint hűbéri rendszer alakult ki a bíróságokon, és nem a legalkalmasabbak kerülnek a felsőbb pozíciókba. A felsőbb szinteken gyakran olyan bírák bírálják felül a döntéseket, akiknek a kompetenciáit az elsőfokú bírák vitatják, írta az azóta felmentett bíró. Egy dolgot tudok megosztani, úgyhogy aztán ki is vonulok a vitából, mert lilagőzöm nincs az egész. Arra emlékszem, hogy amikor a Magyar Hírlapban elkezdett publikálni a bíróságokat, meg a bírói szervezetet, meg a bírókat minősítve, akkor én hány ingert kaptam a szövegét? Pont. Nem tudom, hogy ő kicsoda. És akkor erre csatlakozok rá, hogyha Havas Erik holnap írna a Magyar Hírlapban egy cikket, hogy milyen borzalmas hely az ATV, és elképesztő alakok dolgoznak itt, és jogsértések sorozata történik, akkor szerintem az ATV nagyon helyesen rúgná ki Havas Eriket a tévétől. Itt a dolog annyival súlyosabb, hogy egy bíróról beszélünk, és itt a bejátszásban nem szerepel, de én ismerem, ez egy két részből álló cikk volt. Olyan állításokat tett, hogy a bírák nagy része azért viselkedik így, mert még az MSZNP tagja meg volt, komcsi, és most igen, komcsizott politikai igen. Megrendeléseket terjeszt, és cserébe különféle stikliket néznek el az alsófokú bíróságoknak, cserébe, hogy a fellevitelen hogyan döntsenek. Olyan állításokat fogalmazott meg, amit egyetlen munkahelyen se tűrnének el, de itt kifejezetten az igazságszolgáltatásról beszélünk. És még egy dolog. Áder János köztársasági elnök, ugye az OBH elnök javaslatára fölmentette a tisztségét az ember, lefolytattak itt egy eljárást. És annak a végeredményét tudtommal, de ezt majd elmondja a jogász, a köztársasági elnöknek nem is lett volna igazából joga felülvizsgálni, ha mégis megtette volna, akkor lennék igazán kiakadva, hiszen az azt jelenteni, hogy ma ezt meg lehet csinálni, és ehhez a hatalom az asszisztens. A történet igazi abszurdja az, hogy miután a hatalom tesz egy lépést és fölment egy bírót, talán a társadalom tájékozott vagy kevéssé tájékozott, vagy félig tájékozott része egyszerűen tud vele mit kezdeni. Holott mi történt? Az történt, hogy ez a bíró megfogalmazott egy olyan kifogást, amilyen kifogás alapján a magyar bírói karnak egy jelentős részét nyugdíjazták, idősebb részét nyugdíjazták. Igen, ez volt az előkampány. Mert kimondatlanul ugyanez volt a háttérismeret, hogy ezek egy korábbi ítélkezési gyakorlatban szocializálódtak, és már nem felelnek meg azoknak a napi politikai igényeknek, amelyeket, vagy társadalmi igényeknek, vagy finoman fejezzük meg. És mi történik? Megtörténik a váltás, majd hogy nem azt kell mondanom, hogy Ravasz bíró szájaize szerint megtörténik a váltás, és utána az a szisztéma, az a rendszer, amelyik megcsinálja ezt a változtatást, leváltja azt a bírót, aki tulajdonképpen mindannak az ideológiai alapját megteremtette a kétrészes cikkében, ami alapján a változás. Hát igen, de azt hiszem, ma lesz még egy ilyen téma. A MÁV szárnyvonalak megszüntetésével kapcsolatban, akkor valaki kimondott valami olyasmit, amit nem lett volna szabad kimondani. Mert egyébként úgy történnek a dolgok, csak erről nem illik beszélni. Hát igen. Jó, hát ez igazság. Vagy így van, vagy nincs így. Zoltánhoz kapcsolódnék egy picit, tehát ravasz dolog ez, hogy szó szerint értelmezzük ezt. Az pedig valóban úgy van a kérdésedre válasz, formális ilyenkor a köztársasági elnök szerepe, nem ügydöntő. Miután ő nevezi ki, hát a jogkört is csak ő vonhatja meg. Ez valóban a bírói önigazgatás. Na, Göncz Árpád annak idején a Rádió TV elnökök esetében beleesett már ebbe a csapdába, amiről te beszélsz. Nem, itt a bírói világban, bírói rendszer más. Mentette föl. Hát ezt mondom, hogy de valóban meg kellett, hogy előzze ezt. Egy előeljárás nélkül ezt nem tudjuk elképzelni, nem Áder úr gondolta úgy, hogy na ez az ember nem valami. Persze. Sőt, nem is gondolt minden. Így van, tehát ez egy tanács. A dolognak pedig, amit Zoli feszegett, a lényege valóban az, hogy a 62 éves bírák elküldése, ez egy óriási hiba. A legtapasztaltabb, a legértékesebb, legtöbbet tudó bírók kivonása a forgalomból azt jelenti, hogy a tapasztalat megy el. Nagyon gazdag ország vagyunk, ha őket kidobáljuk. De jönnek föl a fiatalok, ugye? Föl kell tölteni a helyeket. Legfőképpen a legmagasabb fórumról mentek el a 62 évesek, és mennek még el az idén, akik betöltötték, az év végével nem dolgozhatnak. Kérdés Istenem, 4 évvel öregebbek, mint én. Hát igen, hát ez a mi problémánk.
De ezen túlmenően jön az, hogy a bíróságon, ti nem tudjátok annyira, mert nem sok peretek volt, de majd még lesz, csak kicsit tovább kell tevékenykedni. Vigyázok, hogy mit mondok. Itt a civil a pályán tovább kell még egy kicsit tevékenykedni. Tehát a perekből nem láthatjátok, hogy az ügyek nem ott fönt dőlnek el. Alapfokon dőlnek el. Tehát aki benne van a szakmában, jól tudja, hogy a bizonyítási eljárás adta sajátosságokból fakadóan a polgári perek is és a büntető perek is 70-80%-ban elsőfokon bírálódnak el, mert itt folyik le az eljárás. Másodfok már papírokból dolgozik. Persze. És a legfelsőbb bíróság iránymutatások alapján működik. Következésképpen majdnem mindegy, hogy ki ült fönt. De ha alulról viszem el az értékes bírót, akkor nincs, aki az ügyet jól megfelelje. Jó, nézzük a következőt.